We'll be right <laughs> back. szép napot mindenkinek, ez a kocka ő pedig itt a Hitman, vagy magyarul a bérgyilkos, aki nem is volt, Richard Linklaternek az új filmje, és hát srácok a Linkléternek kijön egy új alkotása, akkor természetesen én ott leszek az első sorban, vagy hát a tévém képernyője előtt, hiszen a Hitman is egy Netflixes film két hete jött ki, ott tudjátok elérni, vagy a TK-ban természetesen. És azért van ez így, mert Linkléternek köszönhetjük többek között a Before trilógiát, vagy ugye a fantasztikus Boyhoodot, a Srác kort magyar címén, azt a film mert amit 11 évig forgattak, és hát egy fantasztikus coming of age felnövés történet. Nagyon ajánlom, hogy nézzétek meg, hogy ilyen érzékeny emberi kapcsolatokat bemutató alkotásra vagytok kíváncsiak. Nagyon jól bánik Linklater az emberekkel, az emberi viszonyokkal, remekül tudja bemutatni ezeket, vagy a románcokat, a szerelmi kapcsolatokat. És hát ezen kívül még az is felcsigázta az érdeklődésemet, hogy nagyon jó kritikákat kapott a Hitman. Mindenki azt írta, hogy barom jó a humora, mert hogy alapvetően ez egy romantikus, komédia, talán így lehetne leírni, és Glenn Powell, a főszereplő, igazán meg tudja csillogtatni a tudását, a színészi képességeit a hitmenben, mert több szerepet is el kell játszania ilyen-olyan módon, majd erről lesz szó. És ebből kifolyólag olyan szalagcímek voltak, hogy most nem lesz superstar, akkor soha, hát mondom, na akkor lássuk, lássuk ezt a filmet, a bérgyilkost, aki nem is volt, mit tud ez az egész. Illetve még egy dolog fontos ezzel a film kapcsolatban, hogy megtörtént eseményeket dolgoz fel, van igazság magja, annak, amit a képernyőn fogunk látni. Története szerint pedig a Hitman arról szól, hogy van nekünk Gary, akit Glenn Powell alakít, ő a főszereplő, ő egy elég szürke figura, otthon él, a macskái társaságában filozófiát tanít az egyetemen, de van egy érdekes része is az ő életének, ez pedig az, hogy besegít a helyi rendőrségnek elkapni olyan embereket, akik bérgyilkosokat szeretnének felbérelni, és először a rendőrségi minibus biztonságából figyeli az eseményeket, de egy napon olyan dolgok amik miatt neki kell terepre mennie, és neki kell eljátszani a bérgyilkos karakterét, és hát rávenni az áldozatot arra, hogy nyújtsa át neki a borítékot, a pénzt, amivel megbízza, hogy tegyen is el valakit láb alól, ezután pedig persze jön a rendőrség, és szépen lecsukja az illetőt, és annyira jól sikerül ez az első bevetés, hogy utána Gerit megbízzák, hogy több ilyen esetben is vegyen részt, játszon el többfajta bérgyilkost, és ő ezt nagyon szívesen meg is teszi, mindig kisminkeli magát, el maszkírozza magát, és mindig személyre szabja a személyiségét, a bérgyilkosának, akit alakít, ahhoz formálja az ő karakterét, akit éppen át kell verni, vagy rá kell venni arra, hogy bérgyilkost akarjon felbérelni, és ez mindig egy más karaktert eredményez, és minden jól is megy ebben az egész történetben, egészen addig, amíg nem találkozik Édria Erjón karakterével, aki egy olyan nő, aki bántalmazás áldozata, és láthatóan elég feldult, és neki Geri nem azt mondja, hogy akkor Menjünk ezzel a bérgyilkos vonallal, hanem azt mondja neki, hogy neki nincs is szüksége erre a szolgáltatásra, kezdjen egy új életet, úgymond segítő kezet nyújt neki, és pszichológiai tanácsadást javasol neki, változtassa meg az életét. Szóval alapvetően sokkal segítőbb szándéka lá hozzá, és így nem is sikerül ez az egész rendőrségi akció, de kettejük között kialakul valamiféle viszony, valamiféle kapcsolat, ami aztán láthatóan egy ilyen szerelmi történetbe fog átmenni, sínet a be, aztán mindenféle izgalmak történnek kettejük között, mert felbukkan a képben természetesen a hölgynek az exe is, a volt férj, aki nyilvánvalóan egy ilyen agresszív állat, és hát vele mindenféle problémák lesznek, amit Gerinek és Medisonnak meg kell oldania. Na most ez a történet szerintem alapból is elég érdekes, de nyilván attól válik különösen izgalmassá, hogy hát igaz az egész, tényleg megtörtént ez a történet, ha lehet hinni annak az újságcikknek, ami ezt az egészet lehozta legalábbis, de hát miért ne neki? Szóval ettől volt egy ilyen különleges fűszerezése az egész sztorinak, hogy mindent úgy lehet nézni, hogy basszus, ez megtörtént a valóságban, ez mennyire szürreális már. És hát ez a film humorral operál, tényleg elég vicces, jó sztori elemek vannak benne, amikkel lehet nevetgélni. Főleg a film második felében, mert bizony az első része a hitmennek, mondjuk az első fél óra, háromnegyed óra, két órából, az nekem elég nyögvenyelősen ment. Megmondom őszintén, hogy kicsit meg is ijedtem a film elején, az első ilyen bérgyilkosos megbízásnál, amit jó hosszabb mutatnak be, hogy úristen, ez lesz a film, hát itt elég bénáska ez a párbeszéd, elég lassan mennek az események. Ráadásul a bérjékosos részeket rendre megszakítja Linklater, illetve Glenn Powell is Linklater, mert ketten írták a forgatókönyvet, ilyen filozófiai fejtegetésekkel, amikor visszavágnak Gerire, ahogy ott van az egyetemen, és tanítja a kis diákjait, és a szájába adnak olyan mondatokat, amik nyilván reflektálnak valahogy a film történéseire, de ezek nagyon tényleg ilyen hát szájbarágósak voltak, és megakasztották a film ütemét nekem, mint ha nem hittek volna abban, hogy az emberek le tudják vonni a megfelelő tanulságot a filmnek az alaptörténetéből, és ott voltak ezek az ilyen milestone -ok, hogy na, akkor most elértünk valahova, és itt össze kell foglalni, hogy akkor mit is élnek át a szereplőink, és mi a tanulság a néző számára. Nekem ez nem tetszett annyira. Amik tetszettek viszont, azok a bérgyilkos megbízások, ahogy Gary, illetve Glenn Powell eljátsza ezeket a különböző szereplőket, nagyon-nagyon jó érzékel válogatta különféle figurákat. Az egyik szereplő, aki megmaradt bennem, az ilyen Tilda Swinton utánzat volt például, ilyen igazi ízes brit akcentussal beszél benne Glenn Powell. Nagyon nagy tehetsége van ebben, tényleg ez kiderült, hogy különféle karaktereket játszon el, akik nagyon messze az ő stílusától, van, aki kimért, valaki rámenős, a lányoknak tipikusan, már mint azoknak, akik ugye bérgyilkost akarnak felbérelni, tipikusan ilyen kemény fiút adott elő Birdjackivel. a férfiaknak meg inkább a profizmus volt jellemző, de mondom, volt ilyen Tilda Swinton karakter is, tehát teljesen különféle arcokat alakító, és ez nagyon jól lát neki, tényleg van tehetsége a srácnak, úgyhogy ezután még több szerepben szeretném őt látni. Biztos, hogy meg fogom nézni például ezután azt a filmet, ami neki az előző alkotása volt, ahol Sidney Sweeney-vel játszott egy romantikus komédiában, aminek most nem jut eszembe a címet, de tudjátok, ez a nagy meglepetés film, ami aztán elég nagy karriert futott be, és a meglepetés hitja volt ennek az évnek eddig ilyen romantikus vonalon. Én amúgy szeretem a jó romantikus filmeket, csak nagyon kevés van belőle, sajnos de hát ha ez ilyen lesz. Szóval kíváncsi vagyok arra, hogy Glenn Powell milyen karriert fog befutni, de igazából akkor működött jól a hitem, amikor őt összeeresztették Adria Erjónával, mert kettejük között baromi jó a kémia, nagyon hamar, nagyon jól egymásra hangolódnak. Tényleg onnantól volt számomra izgalmas a film, drukkoltam nekik, reméltem, hogy hát összejönnek és jól lesz köztük. minden jól fognak alakulni a dolgok. Persze nyilván nem olyan egyszerűen működik ez semmilyen filmben, ez tudható. De a lényeg a lényeg, hogy anélkül is jól működött köztük ez az egész szerelmi vonal, hogy sok szex pakoltak volna a filmbe, már pedig pakoltak rendesen, meg mindenféle ilyen erotikus párbeszédeket. Szerintem ezekre nem volt feltétlenül szükség, mert egyszerűen működött köztük a kémia, szóval jók voltak ők ketten együtt. Kíváncsi vagyok, hogy más színészekkel is tudják -e ezt hozni ezek a szereplők. Tehát mondom, megnézem, hogy Powell-nek ezt a Sydney Swin is filmjét is aztán kiderül számomra. Szóval ők voltak számomra a filmnek a fénypontja, nagyon élveztem az ő interakciójukat. A többi szerintem annyira nem volt kiemelkedő, sőt néha klisé-szerűek is voltak, és a párbeszédekkel is voltak időnként problémáim. Úgyhogy ö, elég vegyes él élmény volt a Hitman összességében, de ahogy haladt előre a film, úgy vált izgalmasabbá a cselekmény, úgy jött be egyre több konfliktus, úgy váltak izgalmasabbá az események, és hát a végén egy egészen különleges fordulatot is tettek be, ami egy kicsit elrugaszkodik a valóságtól, de ez a fordulat szerintem nagyon jót tett ennek a filmnek, és ott már tényleg is volt a kis monológnak, a filmvégi monológnak. Szóval összességében ez egy mix nekem, amiben vannak nagyon jó dolgok. Jó a film humora, jó a két főszereplő közt a kémia, nagyon jó a szerelmi szál, nagyon jók maguk a főszereplők Glenn Powell és Adria Ariona, nagyon jók voltak. Viszont a film első fele nekem nagyon döcögős volt, ott recsegtek a párbeszédek rendesen, nem tetszett, hogy mennyiszer megakasztották az egész cselekményt ezekkel a filozófiai prédikálásokkal. Úgyhogy összességében hát nem is tudom, hogy tudom ajánlani nektek ezt a filmet, de általában, hogyha nem tudom eldönteni, akkor tudjátok, azt szoktam mondani nektek, hogy nézzétek meg, és döntsétek el ti magatok, hogy ez olyas valami-e, amire ti kíváncsiak vagytok. Minden esetre Linklétertől nekem ez egy picit kevés, én többet várok tőle, de azért természetesen kíváncsian várom majd a következő filmjét is, mert azért mindig érdekes dolgokhoz nyúl ez a rendező, és Glenn is fogom követni a karrierjét, mert kíváncsi vagyok, hogy milyen szerepekbe castingolják be ezután a film után most, hogy bizonyította, hogy tényleg mennyire sok arcú színészről beszélünk. Minden esetre ennyi lett volna a mai diszputa, én megköszönöm a figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor kedveljétek és iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk legközelebb, sziasztok!